jól megy ez a dolog. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a 2018-ban olvasott kedvenc könyveimet fogom bemutatni. Mielőtt ez megtörténne, igazából két dolgot szeretnék gyorsan elmondani. Az egyik, hogy tavaly ilyenkor, illetve január 6-án tettem ki az első videót a csatornára, tehát egy éves lett a csatorna, és rengeteggel lettünk azóta. Ami számomra eléggé hihetetlen, mert soha nem gondoltam volna, hogy ennyi ember, tehát hogy ennyi embert érdekelne, amit én itt csinálok, szóval hűha, köszönöm. És a másik dolog pedig, hogy tavaly úgy válogattam össze a legelső videómba a 2017-es kedvencémet, hogy 5 könyvre szűkítettem, na hát idén nem igazán sikerült csak 5 könyvet kiválasztanom, mert az összes könyv, amit 2018-ban olvastam, az 72 darab volt, ami a szegényes rekordom megdöntése is lett, és ebből a 72-ből nagyon nehéz lett volna csak 5-öt kiválasztani, úgyhogy kiválasztottam az 5 kedvencemet, meg még 2-t azon felül, úgyhogy összesen 7 könyvről fogok beszélni. Igazából az összes könyv, amit fel fogok mutatni, szerintem olyan, amiről rengeteget beszéltem az elmúlt év videói során. Na de akkor nézzük is, hogy mely könyvek lettek a 2018-as évből a kedvenceim. Az első könyv, amit beválogattam a 2018-as kedvenceim közé, az Ernest Cline-tól a Ready Player One. Ez a könyv volt az egyik legelső olyan 2018-ban, amit nagyon gyorsan kiolvastam, és nem tudtam mellette semmi más csinálni, mert folyamatosan csak olvasni akartam, és nem is gondoltam volna, hogy ilyen típusú könyv, mint ez engem ennyire le tudna kötni, mert persze disztópikus, de azért ez nem teljesen olyan disztópikus könyv, mint a, mondjuk az 5. hullám, vagy mi van még, az útvesztő, és ez egy annyira nagyon jó könyv volt. A története az, hogy ha valaki még nem ismerné, hogy 2045 körül vagyunk valahol a jövőben, és létrehoztak egy virtuális játékot, az Oasis-t, és lényegében az emberek ebben a világban élik a mindennapjaikat, mert a való világ az eléggé elkeserítő és teljesen romba dőlt. És ennek az Oasisnek a készítője meghal, viszont elrejt egy húsvéti tojást a játékon belül, és aki ezt megtalálja, az lesz az Oasis új tulajdonosa. A főhősünk pedig Wade Watts, és őt követjük végig, ahogy próbálja megtalálni Halliday húsvéti tojását. És ez egy nagyon izgalmas könyv. Én például úgy voltam, hogy 3 szakaszra van osztva a történet, és az utolsó szakasz az olyan, hogy amint elolvassa az ember az első oldalt, nem tudja az ember, hogy akkor most mi is történt, meg hogyan kerültünk ide, és miért, és az utolsó rész az nagyon oda teszi. Egyébként nem nincsenek így rangsorolva a könyvek, tehát nem választottam ki, hogy az első legjobb könyv, a második legjobb könyv, hanem csak legjobb könyvek. Másik kedvenc könyvem, illetve kicsit mondhatni sorozatom, 2018-ból Joshua Kahn-tól a Shadow Magic trilógia első része, illetőleg a második, mert ez a sorozat eddig olyan volt, hogy mind a két részét én nagyon szerettem, szóval így egybeveszem a kettőt, mert a harmadikat még nem olvastam. És szerintem ezt elmondtam már párszor, de nem baj. Ezt a könyvet azért olvastam el, mert Rick Riordan ajánlotta, és mert ez egy middle grade könyv, azaz gyermek és ifjúsági, ami az én egyik kedvenc zsánerem, és ezt a könyvet is imádtam. Ebben két szereplőt követünk. Egyszer követjük Thorne-t, aki hát ő egy rabszolga, de aztán fölveszi a Shadow család kivégzője. Nem tudom, hogy azt egyébként hogy mondjuk. Szóval a Shadow család mondhatni megveszi őt, és Thorne és Lilith, aki a Shadow család utolsó leszármazottja és az utolsó élő Shadow, ők barátságot kötnek és próbálják kitalálni, hogy ki akarja kiirtani a Shadow családot.
azt hiszem címkék között, amiket láttam, szerepelt, hogy ez egy dark fantasy, de sose voltam tisztában a fantasy rétegeivel, csak fantasy, na mindegy. Én imádtam ezt a könyvet, annyira jó volt. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt a második része is, és alig várom, hogy végre megjelenjen a harmadik része, és azt is elolvasthassam, mert ez egy nagyon jó sorozat, csak ezt még nem fordították le, és hát nem tudom, hogy fogják-e. De hogyha valaki szerette mondjuk a Percy Jacksont, és megpróbálkozna az angolul olvasással, ezt csak ajánlani tudom. A harmadik nagy kedvencem 2018-ból a One of Us is Lying, vagy magyar címén Lehull a lepel, Karen M. McManus-től. Kicsit orrhangom van. Hogyha valaki esetleg látta volna a Nulladik óra című filmet, akkor ennek a könyvnek a kezdése az nagyon hasonló hozzá. Azzal indul, hogy öt gyerek, akik igazából annyira nincsenek jóban, de úgy távolról ismerik egymást, büntibe kerülnek, csak hogy az egyikőjük meghal. És az egész könyvben ezt a büntényt próbálják felgöngyölíteni, illetve mindenki ezt próbálja felgöngyölíteni, és az a négy gyerek, aki benn volt Simonnal, mert azt hiszem Simon, igen, mert hogy Simon halt meg. És a maradék négy gyerek, aki benn volt vele a büntiben, ők ugye potenciális gyanúsítottak, mert mikor Simon meghalt, senki más nem volt abban az adott teremben, és az egész könyvön keresztül próbáljuk kideríteni, hogy pontosan mi történt Simonnal, és ki is volt egy gyilkos, de én erre mindig azt mondom, hogy nem is az áll középpontban, hogy hogyan halt meg Simon, és ki ölte meg, mert sokkal inkább ennek a négy embernek a hátterét ismerjük meg, és azt, hogy ők ezt az egészet hogyan élik meg, hogy ők gyanúsítottak egy gyilkossági nyomozásban. Én ezt imádom. Na jó, lényeg. Én ezt a könyvet imádtam, és amikor csak alkalmam adódik, én ezt tényleg ajánlom, mert én nagyon szeretném, hogyha ezt a könyvet minél több ember elolvasná, mert ez egyszerűen egy remek alkotás. Egyébként tök jó lenne, hogyha ebből lenne film. A következő kedvencem, szintén egy könyvről rengeteget beszéltem, egy idő után már nem is voltam semmi, csak mutogattam, hogy ez a könyv nagyon jó, ez pedig a Simon és a Homo Sapiens Lobby. Én amikor láttam a Love Simon című filmet, én azonnal szerelmes lettem ebbe a történetbe, utána meg elolvastam a könyvet, és így totálisan kész vagyok ettől a sztoritól. Én ezt imádom, de tényleg annyira, annyira jó. És a film is nagyon jó belőle, és szóval nem mondanám, hogy így totális kedvenc volt az évben, de ez egy nagyon meghatározó olvasmány volt számomra 2018-ból. Nagyon egyszerűen a történet lényege, hogy van Simon, és van a levelező társa Blue, és az ő kapcsolatukról szól a történet. Annyira jó. És most már várom, meg szeretném venni az írónőnek egy másik könyvét is, a Leon the Offbeat-et, és azt is elolvasni. És várom már azt is nagyon. Mert állítólag az is nagyon jó. Becky Arbeltari az egyik új kedvenc íróm lett idén. Tavaly. Igen. És az ötödik kedvenc könyvem a 2018-as évből az Lila Bowen-től a Wake of Vultures. Ez a The Shadow sorozat első része, és azért nem mutatom a sorozat többi részét, mert így ahogy haladtunk előre a történetben, így egyre jobban rájöttem, hogy ez az első rész, ez nagyon jó volt, ez nagyon erős indítás volt, és a többi rész az így fokozatosan romlott számomra, pedig azt hittem, hogy ez az új kedvenc sorozatom, de sajnos nem, nem baj, ez az első rész, ez nagyon, nagyon jó volt. Ez egy fantasy könyv, és a vadnyugaton játszódik, és mindenféle szörnyek vannak benne, akiket a rangerök, nem tudom, hogy van magyarul, mert ezt se fordították még le, szóval ezek a rangerök a szörnyeket írtják, és igazából egy ember, amíg nem találkozik szörnyel és ismeri fel, hogy szörny, addig tök nyugodtan sétál közöttük, és addig nem is bántják egymást. És a főszereplőnk Nettie, aki
találkozik egy vámpírral, és onnantól a teljes élete felbojdul, és kiderül, hogy ő a Shadow, akinek az a dolga, hogy hát igazából a nagyobb fenyegetést jelentő szörnyeket tegye el láb alól. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon jó könyv volt, és én ezt imádtam, pillanatok alatt kiolvastam, és ezért sajnálom annyira, hogy igazából a második kötet felétől a harmadik kötetem végig, és kicsit most elkezdtem a negyedik részét, és abban is csak a romantikus szál van, és így értem, tök jó, de én engem a történet érdekelne, nem a romantikus szál. Szóval kár érte, de azért még meglátom, milyen lesz a negyedik rész. De ez az első, ez nagyon jó. Na hát, és akkor mondtam, hogy plusz kettőt még hozzáválogattam az öt kedvenc könyvemhez, mert nem tudtam ezeket a könyveket nem beletenni, de az előzőekből se tudtam kivenni. Úgyhogy egy másik nagy kedvencem a tavalyi évből, az Frederick Beckmantől a Nagymamám azt üzeni, bocs. Erről a könyvről csináltam is egy videót, azt ide be is linkelem. Igazából ezt a könyvet azért is nem tudtam kihagyni a 2018-as kedvenceimből, mert én úgy érzem, hogy ez egy kicsit más szinten volt kedvencem, mint az előbb említettek. Mert ez valamennyire azért más kaliberű történet, de ez egy annyira jó könyv volt. Én ezt imádtam. Kicsit nehézkesen indultam vele, mert keveset olvastam belőle az elején, de utána teljesen elvarázsolt. Megrikatott. Ilyen jó. Úgyhogy Frederick Beckmantől kéne idén még olvasnom egy csomó könyvet. A történet röviden, hogy van Elsa, és az ő nagymamája hagy neki hátra leveleket, hogy kiderítsen a dolgokat. De most csak ennyit mondok el, a videóban, amit csináltam róla, abban kicsit részletesebben és spoileresebben is beszélek róla. De ez egy nagyon jó könyv, és Frederick Beckmant, igaz, hogy csak egyet olvastam tőle, de a könyvét csak ajánlani tudom már most. Az utolsó könyv, amit kedvencé avatok a tavalyi évből, nem csináltam meg, hogy Rick Riordan könyvet nem sorolok kedvencek közé, mert Rick Riordan nagyjából a kedvenc író, szóval bármit ír, én azt imádom, és a Trials of Apollo harmadik részét, a The Burning Mist is imádtam, és ez is nagyon jó volt, és továbbra is imádom ezt az univerzumot, amit Rick Riordan teremtett. Nekem ezek voltak a kedvenc könyveim, amiket tavaly olvastam. Hogyha nektek is lenne ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy melyik könyv az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!